Szép jó reggelt kívánok, Tímea! Keljünk fel! Ki korán kell? Azt leütöd, az aranyat lesz, Timi! És te aranyat fogsz lelni! Mert ha nem lesz, az nem jó! Hát üdv a Brodapestben, ez így megy minden reggel. Atyámat. 2 percet van sorakozó a bejáratnál. Menj már innen. Hát szép jó reggelt. Milyen az első nap a Brodapestben? Ez csak így... Bence. Szerintem már megbántad a döntésedet, hogy beköltözöl, nem? Hoppá. Anyut nem lehetne felhívni. Hogy jöjjön, érted? Igen. Nem. Hát ha erre már egyszer vállalkoztál, akkor ez így is marad. Össze kell kapni magadat, aranyat kell lejünk, Timi. Az van, hogy nem látom rajtatok, hogy frissek és üdék lennétek. Tehát ott van Rebecca, ott van Timi, és egyedül én vagyok az, aki készen áll a mai napra. Timi, rendet kell rakni. Kaját kell rendelni. Kaját kéne csinálni, az kéne legyen. Rebecca, ő nem díjazza egyébként az egész mai reggelt. Tehát az kéne legyen a menete, szerintem, hogy a csajok csinálják a kaját, mert hogy ők a... Nagyon profi rendelek. De mi lenne, hogyha reggelit csinálnál? Én azt egy nagyon jó dílnek tartom, hogyha elmész és vadászol nekünk alapanyagot, akkor csinálok. Igen. Neked reggelit. Hogyha elmegyek bevásárolni, csináltok nekem reggelit? Igen. És rendet is raktok? Mert hogy mondjuk engem nem zavar, mert végre nem nálam vagyunk és van rendetlenség, de nem már milyen tojásrántottát csináltok. Tehát legyen olyan, hogy tényleg, tehát mucho gracias! Következő az ötlet irányzat. Ugye Timi megkapta a kis felkelést, Rebecca most megúszta, de hogy még van Dominik is. Fel kell ébreszteni Dominikot és kéne menni és rárugni az ajtót. Gyere te is, szívem! Nem jössz? Kávéért cserébe felmegyek vele. Na gyere! Na csinálj meg a kávéját, és akkor Timivel meg felébresztjük Dominikot. Ha nem kelt fel az ordibálásomra, amit így az elmúlt 10 percben produkáltam. Hűha, júj, anya, nagyon friss és üde vagy, közben az energiaital az mondjuk egy picit kiömlött. Semmi gond. Hát így néz ki egy reggel. Inkább meg se szólalok. Akkor előbb a felmosót hozzuk közben szerintem. Vagy már a hátul kilók, hát nem hiszem el. Megiszom még onnan. Ott a fürdőbe. Peti áll a ház előtt! Nem, sajnos nem. De nehéz az iskolatáska. Tessék? Papírral felterül. Nem kell papírral, hát... Jó kis reggelek. Kivonulna még egyszer. Jó kis reggelek. Húj. Te hogy töröltél már fel? Menj ez? Haló! Megy a felvétel? Ment a kamera, és várjál, fókuszba vagy egyáltalán? Biztos, nem tudom, hagyj még. Ez... Haló! Zseniális. Az igen! Szép! Most miért nézel? No comment, tehát ez... De! Akkor visszakiszem. Na jó, felmegyünk Dominikhoz, Timivel, közben Rebecca ugye csinálja a kávét. Milyen kávét kérsz, Timi? Ízesítetted, vagy simán? Ízesítetted. Oké. Szóval felmegyünk Dominikhoz, és megpróbáljuk felébreszteni. Remélem, hogy nem ébredtem el sok kiabálástól, de... Nem tudok ilyen gyorsan jönni, mert is szobázásban. Mit van az ajtó? Dominik! Dominik! Hát... Hol van Dominik? Nem tudom. Ja, lopja. Nálunk így szokott menni, hogy bármit ellophatsz igazából. Persze.
Ja, nincs is alja az a ágynak. Akkor nem tudom, hogy hol van. Ez ilyen fűszerrel. Fel kéne hívni. Látszik, hogy ez a ti szobátok. Azt kell mondjam. Fürdőben nincs. Nincs meg Dominik. Hát nincs a helyén, a szobájában. Eltűnt. Nézzük meg a csipjét, merre van. Fel kéne hívni. Az mutasd meg. Hello. Hát, állapotok, szokásos. Oké, okay, next one. Hát akkor tudjuk nem. Elkezdtem unatkozni, nem tudom, mit csináljunk. Mi a terv? Kajás vagyok. Ehetnénk most már valamit? Menj már el a bunyóskát. Kéne, viszont szép rend lett. Azért good job. Hoppá, csöngettek. Igen? Nem. A német úr, hallom a hangodat. Nem, már csak a hangom, jó reggelt. Szép jó reggelt. Szavaztok. Te is be kellene költöz normálisan. Ez nem járja. Hát jó, elég nekem, hogy csak így hoztam egy kis cuccot, de... Na mi van? Nem sok. Jó reggeli hangod van. Szépen néztek ki, lányok. Putyi. Csak. Na mi zúgy, tehát a tegnap? Jöjjetek már fel. Nem is mi lennénk. Hajdok így kár, lesz kávézó. Kejjetek már fel. Timi, te hogy mozogsz így? Érdemes ránézni, hogy... Mi volt, kiesett a tegnap? Volna, ha nem ültem volna a székre. Szóval a kérdés következő. Mi ugye volt tegnap? Ki hogy? Semmi. Berendezkedtünk, tök jól vagyunk. De miért néztek úgy ki, mint egy kifordított gyirosztárgyak? Azért, mert megint az van, mint amit Bencék csináltak régen, hogy hajnalba fekszünk rá. Olyan kupi volt. Beszélgettünk, meg videókat néztünk. Dobozok kintből, sejtem ott egyébként, meg fogyott valami kis... Ja, mi? Ja, jó, oké, semmi nem volt. Semmi. De jól aludtam, rohadt kemény az ágy. Annyira nem. Dehogy nem. De mit nem tudsz beszélni már? Még sok hatás az, hogy felkelt. Nyilván beavattam, hát ugye... Nem lehet. Igen, és ez bármit is egyébként. Ez bármit is. Igen. Bementem, az felébresztett. Meg volt ennek a kis menet, ahogy szokott lenni. És kijött, és itt felborított, le is kellett minden szedjük a kis ládáról, meg a parkettáról el kellett vinni a dolgokat, mert leöntött a ládára ráöntötte? Mindenre. Az energiait ad, ott a ládára. Jó, örülök neki. Szuper, jó van. És hol van a kinderik? Elment valahova. Fel akartuk ébreszteni, gondoltam vicces leszek, és felébresztem a Timivel. Ugyanúgy, mint a Timit. Ugye? Igen. Nem jött össze, mert nem volt ott. Ezt akkor ezt fel kéne hívni, hogy hol van. Nem veszi fel a telefon, próbálom. Na majd én, papa, vízd el ide. Ez mi? Nem. Na ne! Hagyjál már ilyeséget! Csinek a telefon! Ember! Mióta vagy ott? Na jó, várjál! Állj meg egy pillanatra! Állj, várj! Megy a forgatás, és Dominik 2 órája ott van. Mióta vagy ott? Tesó, nem, pont elég régóta, hogy az ütőeremet a lábamba annyira elnyomja, hogy nem érzem a bal lábát. De azon gondolkodtam, hogy ez egy picit se érte meg. Mert nem ijedtünk meg, egy picit se érte meg ez az egész. De te most megijeszteni akartál? Én nem tudom. Az cikőbe csöngötött. Én sem tudom, hogy mondom már, hogy fértél bele? Így, ezért nyomtad? De mióta vagy benne? Nem tudom. Amúgy az is lehet, mert tegnap én azért titokban ott az ágyam a kicsit iszogattam. Szokásos. Most keltem amúgy, ja. Ja, aha. Arra keltem. Fura egy csávó vagy te. Remélem, hogy energiaitalt ittál. De várjál, te akkor benne volt a dobozban, amikor a Timi kijöntötte az energiaitalt. Nem fagyd be. Nem. De még eljegyek, hát adom, olyan nincsen. Szép amúgy. Olyan és koszos lettél. És cukit az van ráírva. Nem mondjuk ja. Na, kéne valami étkezni. Együnk, reggelizünk, nem? Bundáskenyeret beszéltünk. Profi blogger vagyok. Bundáskenyeret, jó? Együnk bundáskenyeret. Úristen, hogy mióta akarom bundáskenyeret. Na jó, akkor együnk bundáskenyeret. Na jó, akkor lányok, bolt. Kezdve, hogy jön a reggel! Hogy férnék be? Ahogy a régi Dezső Bence belét fért. Hát jó, de azt, mivel én nagyobb voltam, megettem a régi Dezső Bencét. Na. Jó.
vagy már most nem félek el benne. Dehogy ne. Térdelj le, az a titka, letérdez. Úgy, nagyon. Ajaj, ajaj. És most, az és most így... Derékba lehetett picit. Ilyen macska izé pószt vegyél be. Lehetetlen haver. Na, nyomasd. Úgy, 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 de menni fog. Lepejjel. Nem fogod, na. Pucsíts. Próbáld meg a... Gyerünk. 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 Lefér. Csukd rá. Rám ne csukd, de lefértem. Na most írjátok, hogy tagadt vagyok. Ez ennyi. Én eskü. Én életemben nem voltam még büszkered, de most az mondja. Na köszönöm. Dilemmában vagyunk, ugyanis hátul készül a bundás kenyér, és van aki, és számomra ez nagyon fura, a bundás kenyeret ketchuppal, vagy éppen sóval eszi, engem mindig úgy tanítottak, meg úgy nőttem fel, hogy cukorral fogyasztotta a bundás kenyeret. Igen. Cukorral. Cukorral. Ember, hol nőttél fel? Úgy vagy bundi kenyér, és sajt, és tejfölt. Tehát tejfölt ráküldöd, és utána rá a sajtot. Nem. Reszelt sajtot. Nem. De. Nem. Bundás szendvics. Ez a zseniális. Kenyér, szalámi, kenyér, és vegetával, nem sóval, és... A magyar konyha csodája a vegetáljék. És ketchup majonéz, de úgy kell, hogy több legyen, tehát a ketchupot és a majonézt bundás kenyerezed meg egy kicsit. Ez a lényeg. Mondod már végig, tehát a majd... Szerintem csak cukorral. Cukorral tanultam meg, úgy ettem mindig, cukorral kell. Bence, de te erdélyi vagy, tehát ti olyanokat ezt... Hát mivel kéne... Mityóka meg... De mivel kéne egyem, izé erős pistába, mert erdélyi vagyok? Én? Az a magyar vagy. Most mi lesz, hogyha itt nincsen cukor? Már pedig nincs. Micsoda? Nincs cukor. Most lesz az első alkalom, hogy meg fogod kóstolni. Nem. Életedbe először fogsz enni sós bundás kenyeret. Megváltozik az életed. Nem tudom, hogy... Hát akkor ezek szerint ez az a nap, amikor végre megváltozik az életem. Jó, Bence, de most szerinted, most őszintén, a nagyszüleink mikor ettek ketchupot? Tehát amikor a nagyszülőktől tanult, mert egyébként ez egy ilyen csóró étel volt már, bocsánat, de hogy ugye ez kicsit ilyen szegények étele volt, mert a kis megszáradt kenyér, tojás még, ami volt, és abból csinálták. Én nem tudom, de hogy én nem tudom sóval enni, az is biztos. Na jó, minden. De. Éhes vagyok! Együnk! Wow! Bundás kenyér! Tejföllel! Kis családi! Sajttal! Na jó, van engem. Tejföllel sajttal, én azt mondom cukorra van, cukor, nincs cukor. Nincs cukor. Akkor szóval ma lesz Dezső Bence. Ma megváltozik az életem szerintem. Na nézzük. Dominik, nem hiszem, hogy ezt így fogad enni. Maradj. Bence, szeretném, hogyha... Megpróbálom. Meg van sózva egyébként. De hogy rakjás még rá. Asztali áldás, valaki. Jó. Na. Akkor rakjatok rá nekem annyi sót, amennyit érdemes. Gyerekek, asztali áldás, valami. De nem kell meg só. Nincs. De kell asztali áldás, hadd szóljon, csend, mondom én. Várj. Tehát nem sóztátok meg a magát a kaját? De, ezt mondom, hogy ja, nem. Ja, jó, azért mondom, mert már... Bence, tök mindegy, nézd meg, akkor nem mond asztali áldás, nincs azért. Aki ételt italt adott, annak neve legyen áldott. Köszönjük szépen a rengeteg megtekintést. Igen, és iratkozzatok. Igen, legyen a csatornára. Jó, itt vágyad. Nem tudom, megmárja meg. Igen, támaszd le. Tedd le, addig a kamerát. Vagy Bálint. Nem tud. Nem tud. Dominik, nézzed közben, úristen. Én próbálnék fókuszálni, de... Nézzed? Raktál rá sót, meg ketchupot? De van benne a soha, most mondtátok el. Nézd, amikor kék, akkor jó. Na, Bence? Kell erre még só? Nem. Ha, Bence, akkor te hogy nyilatkozz. Ketchupot nyomjál mellé, és mártogassad. Ketchupot? De az finom. Ne, sajta a tejfölle, légy cím. Az is jó lett, de az sajt, is jó lett. Sajt, tejföl. Nyom mellé egy kis ketchupot. Hát ennél többet biztos van. Először. Hát nézd meg a Dominikét. Tehát gyakorlatilag úszik a ketchupban az egész. Ez nekem a legidegenebb látvány valaha. How about that? Finom, mi? Igen. Higgyétek, hogy ez a nyilvás a legjobb. Tima, te? Vagy ez? Na, hát ugye. Ha kiborítod a sót, 7 évben a szerencse. Jaj, annyi nem! Kiborította? Nem.
Megmentettem a helyzetet. Ez nehéz lett volna eldobni a három. Rámegy a maradék háromra, amit 16 évesen borítottam ki. De azt, tudjátok, hogy ha fölborítod a sót, akkor magad, a bal válaszfőt a jobb kezeddel át kell dobni. Ha fordítod, csinálom. A sót? A sót. Na most én csináltam ilyet étteremben gyerekkoromban, anyukámmal fölborítottam, ő mondta, hogy dobjam hátra, és úgy fejbe dobtam mögöttünk lévő asztalnál ők csávót, hogy... Ki lett volna, ha nem te? Meg volt a kajálás, úgyhogy felhívom a többieket. Ugye még András, Karola és Csongi hiányzik, és ők hát nem jöttek el, és azt szeretném, hogy mindenki együtt legyen karácsonykor, úgyhogy most felhívom őket, és megnézzük, rá lehet-e venni, hogy itt legyenek karácsonykor. Na csá! What's up? Semmi, figyelj, én itt vagyok egy lakásban, amit kivettem, hívtalak már tegnap, vagy tegnap előtt, azt hiszem, picit most már folynak össze a napok, és az helyzet, hogy nem tudtalak elérni. Összecsődítettem ide mindenkit, akit csak tudtam, és azt szeretném, hogy újra karácsonykor tudod, így együtt legyen a broda, és akkor... Hogy? De nem csak arra gondoltam, tudod, hogy karácsony van, izé, tök jó, szeretet ünnepe, hangulat, aztán mindenki együtt, már bent törnek, zúznak, hallom éppen, tök jó hangulat, de hogy... Oké. Okay. Jó. Oké, cső. Hellóka! Szia! Azért hívlak, mert a Rodának arra gondoltam, hogy szüksége lenne egy ilyen kis csapatépítős, karácsonykor együttlevős sztorira. Úgyhogy kivettem egy lakást itt a belvárosban, és gondoltam, hogy így együtt össze tudnánk röffelni. Már vannak itt, itt van már a Rebecca, itt van már a Bálint, itt van már a Dominik, Timi. Még igen, Timi tudom, hogy nem volt benne, de akkor is, hát most már bővülünk. Tök jó szerintem ez a... Uh-huh. Jó. Délután hívjalak vissza? Oké. Okay. Hívlak. Szia. Meg volt András és Karola, és most jön Csongi. Jó, hát Csongi kisipol, úgyhogy nem tudok vele mit kezdeni. Nincsen jó kedvem, az, az igazság, mert azt szerettem volna, hogyha mindenki itt lenne, és tök jó hangulat lenne, de mindegy, úgy látszik, ez nem jött össze. Menjünk be. Jó? Gyere. Hello, szevasz. Na mi a? Fox. Mondjuk, nem állom, mert nincs jó kedvem. Legyen jó kedved. Mi van? Ez nem így. Fogtam egy ticsiket. Na. Nem, mert... Tell me why. Az az igazság, így most megint fura dezsavünkban, hogy fogják a kamerát, és így magyarázom. Felbéreltem. Felbérelted? Rebekát? Jó van. Na igen, mondjad már. Felhívtam András, Karolát és Csongit, mert hogy nincsenek itt, ugye? Hát és ebből a kettő azt mondta, hogy no. És egy azt mondta, hogy hívjam vissza délután, de hogy érted, hogy az is egy no-nak minősül, a Csongi meg kisipolt. Ez van, mehetünk a dolgunkra. Ezért vagy olyan szomorú? Hát igen, haver, azért mégiscsak az volt a célom, hogy, hogy itt összejön a csapat, mindenki, és ők is a csapattag. Hát, de jó, de most karácsonyról beszélünk, hogy nem mindenki érhet rá, amúgy se, úgyhogy... Nem? Tehát azért ez is egyértelmű volt. Benne volt a pakliba, hogy nem mondanak. Hát oké, okay, csak nem gondoltam arra, hogy pont azok, akik most pont nem jött el, három ember az azért nem jött el, vagy utólag azért nem jön be, hogy egyáltalán nincs kedve. Nem biztos, hogy nem, nincs idejük, haver. Nem hiszel ezekbe? Ezek a ilyen varázslatok, nem értek ezeket. Csak nincs valami jó kedve. Mindegy, jobban leszek és akkor... Jó, békén hagylak, pihent ki magad. Kicsit... Hokizz egyet, csak ennyi. Oké, te van! Majd jelentkezem. Szia! Na csátesó, rég dumáltunk. Megnézem, hogy ez a jó gyerek mit csinál? Hát gondoltam. Lustálkodás? Lustálkodás? Edzeni készültem. Edzeni készültél? Mi te? Hoppá! Egy kis parkour az elején. Hoppá! És aha, ez valami Békés Csabai féle, úgy veszem hát, észre. Csak duroktatom a pacekot. Duroktatod a pacekot? És olyan kérdésem van hozzá, Dominik. Együtt vagyunk, összeköltöztünk. Azért régen voltunk már így együtt. Laktunk együtt. És egyrészt hogy tetszik az új lakás, azt mondd már el, hogy... Olyan, mint a többi lakás. Ja. Nem úgy jó, szép.
szép. Jó találtam? Csak vagyok most, az a baj. Hát rendelj kaját. Rendeltem már pizzát, nem tudom mikor jön én ide. Pizzát rendeltél? Ja, de amúgy jó. Ja, akkor minek rendelünk kaját, hogyha van konyhánk? Mondjuk nem vagyok akkor a konyhatündér. Meg már nézd, meg van terítve. Ezt tudjátok, nem vagyok nagy konyhatündér, de mindegy. Akkor menjen a pizza, azt mondom. Közben kis Tinder vagy ki... Tinder? Az is. Ne, kis TikTokok mennek. TikTokok mennek? Na. Nyis ki te, Léci. Meg akkor már fizesd is ki, kösz. Nem bankkártyás? Amilyet szeretné, olyan. Pénzt elfogad, az amilyet biztos. Amilyet szeretnék, olyan jövök. Kicsit leszedtem, mint szerintem.